Na sziasztok, sziasztok kedves emberek, Fórum 12 vagyok, és ez itt a FIFA 15-ös Magyar Bajnokság, a Zalaegerszeggel című sorozatomnak a második része lesz, ahol a Szolnok ellen, illetve a Kisvárda ellen fogunk játszani ebben a mai részben. Hát bízunk benne, hogy azért nyilván sikerülne megtörni az átkot, és sikerül gólt szerezni, mert eddig nem tudtunk gólt szerezni, de csak egyetlen egy pontot tudtunk szerezni, de meglátjuk, lássuk a Szolnok elleni mérkőzést. Jó napot kívánok! Nagyon nagy tisztelettel, illetve szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket Szolnokról, ahol elkezdődik a Mercantil Bank Liga harmadik fordulójának a mérkőzése, Szolnoki MÁV FC Zalaegerszeg mérkőzés a Mercantil Bank Liga harmadik fordulójában. Kékfehér csata következik itt most a másodosztályban, rögtön a harmadik fordulóban, hát igazi csatára van igen kilátás, hiszen mindkét csapat egyébként, adjuk, hogy negatívan hagyták el a pályát az előző fordulóban, az Zalaegerszeg 1-0-ra kikapott, vagy a Petronát 2-0-ra kikapott hazai pályán a Csákvártól, míg a Szolnok 1-0-ás vereséget szenvedett idegenben a Budaörstől. Így hát 2 vereséggel kezdte a szezont a Szolnok, a Zalaegerszeg meg 1 döntetlennel, illetve 1 vereséggel, 1 ponttal, tehát 1 pont van a két csapat között. Nézzük, csak elsőként láthatjuk a Szolnok kezdet 11-ét erre a mérkőzésre, pokorni kezd, Krabina védett az előző fordulóban. A szokásos 4-4-2-es felállás, Horváth, illetve Balajti Ádám azok, akik ők felelnek a gólokért, tehát a jók is mondhatjuk azt, hogy erős összeállításban lép pályára Szolnok, de az Zalaegerszeg sem mondhatni gyenge csapatnak, hiszen Dibusz ott van a kapuban, de ott van még Darubence, Babati, Simon Falvi, Városi, illetve Patvaros, Bedi, azok, akik hozzá tudnak tenni a játékhoz, de a védelemben ott van Forgács, Fodor, Ekker, illetve Gyagya, akik hozzá tudnak még jobban tenni a játékhoz. A Szolnok hiába 2 vereséggel kezdte a szezont, ez az MB2 az mindig is arról volt híres, hogy bárki megverhet bárkit. Ez egy olyan bajnokság, olyan, mint az első osztály, és olyan marosan meg is kezdődik a mérkőzés. Ahogyan láthatják a képernyőn, lassan Iványi Zoltán fogja vezetni a mai mérkőzést. Az érdekesség, hogy az előző fordulóban a Csákvár, a Zete Csákvár meccset is ő vezette. 4 percet mondtam, igen. 4 percet hosszabbít a játékvezető a mérkőzés végén. Tóth, hamar. Gyagya. Na nézzük, a szép labda. Nem volt les. Koller. Koller lő! Gól! Vezet a Zalaegerszeg, és úgy tűnik, hogy megnyeri a mérkőzést. A 94. percben. Koller Martin találatával megszerzi a 3 pontot a Zalaegerszeg. Az utolsó pillanatban kiharcolja a győzelmet a Zete a Szolnok ellen. 3 pontot érő gólt szerez Koller Martin. Egy nagyon szép góllal. Koller Krisztián, bocsánat, Koller Martin, nem Koller Martin, Koller Krisztián. 0-1. És itt a mérkőzés vége, hát kiszenvedte ezt a győzelmet a Zete, mindkét oldalon voltak Szolnoki, mindkét oldalon voltak lehetőség, és aztán a Zalaegerszeg tudta ezt jobban kihasználni, itt az utolsó percekben Koller Krisztián góljával megszerzi tehát az első győzelmét a Zete, úgyhogy a végeredmény Szolnok, Zalaegerszeg 0-1, a visszatállásra, visszatállásra. Na gyerekek, hát győzelem, megvan az első győzelem. És el is felejtettem mondani, én mi barátomnak boldog születésnapot kívánok, hiszen az ő születésnapjára 2 győzelmet szeretnék, de úgy tűnik, hogy a második győzelem az már itt lesz a kapuban. Nézzük a Kisvárda meccset. Jó estét kívánok, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket Zalaegerszegről, ahol elkezdődik az MB2 negyedik fordulójának a mérkőzése, Zalaegerszeg-Kisvárda mérkőzés. Mindkét csapat egyébként mondhatjuk azt, hogy felemáson hagyta el a játékteret. A Kisvárda 2-1-es vereséget szenvedett a Budaörstől. A Zalaegerszeg meg viszont megszerezte első győzelmét a Szolnok ellen. Úgyhogy mindenképpen a győzelem reményében lépnek pályára. A Zalaegerszeg mérlege egyelőre 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. A Kisvárda mérlege 1 döntetlen és 2 vereség. Miközben láthatjuk a Zalaegerszeg 11-ét, ahol nem egyetlen helyen volt változtatás. Méghozzá Koller Krisztián, a győztes gólt szerezte, ő került be a kezdőbe Városi helyére, de a többi név nem cseng ismeretlenül, ugyanazt a kezdő 11-et lépte, küldi pályára a Zete csapata edzője. A Kisvárda kezdő 11-ét láthatják a képernyőn, Tarci véd,
de ott van természetesen Eszlátyi, illetve Vári, a 4-4-2-es felállásban játszik egyelőre a Kisvárda. Hát bízunk benne, a Kisvárda az utolsó előtti helyen áll, az utolsó meg a Szolnak. Meg is kezdődik a mérkőzés, amit a Zalaegerszeg indít útjára, balról jobbra támad a Zalaegerszeg, természetesen kék mezben láthatóak ők, és fehérben viszont a Kisvárda. Viszont forgács szerzi meg a labdát, és már indul is Daru Bence. Nézzük a támadást az Zalaegerszegnek. Daru még, már csak egy jó beadás kell. Jó a beadás, csak hát pont akkor az utolsó pillanatban jöttek a vendégvédők, és felszabadítottak. Első szabadrúgás a Kisvárdának, nagyon veszélyes szögből. Nézzük, erős végzi el, kapufa! Felszabadítani nem tud az Zalaegerszeg, de ott volt aztán a lehetőség, a Kisvárda előtt kimarad. Na nézzük ezt újra, itt van a kipattanó, Dibusz csak nézte, hát ez bement volna a kapuba. Ott a lövés, Dibusz véd, ott a kipattanó, ezt is fogja Dibusz! Micsoda védés sorozat a hazai kapustól. Birtokolja a labdát részben, többet passzol, többet lő. Lázár. A szép labda, Lázár, gól! Megszerzi a vezetést a Kisvárda a 33. percben. Egy rossz védelmi megingást követően a várdaiak megszerzik a vezetést. Hát, ugyanaz a forgatókönyv, mint a Csákvár ellen. Vezettek a vendégek, és ez már lesz sem volt. Itt látható minden egyik védő elmegy, és csak Dibusznak, Dibusz ki volt szolgáltatva. Szépen átemelte a labdát. A játékos még az Lázár Zsolt. Góljával vezet a Kisvárda. Babati már rögtön a középkezdés követően helyzetbe alakul. Helyzetbe helyezhatja magát a Zalaegerszeg csapata. Babati adja be. Nem jó a beadás. Már érkeztek pont az utolsó pillanatban a hazaiak. Dibusz kirúgja a labdát, még egy utolsó lehetőség lehet az Zalaegerszegnek. Nincs idő. Véget vett a mérkőzésnek a játékvezető, ahol 1-0-ás vereséget szenved a Zalaegerszeg a Kisvárda ellen. Hát egyelőre hazai pályán el vannak átkozva, most szépen fogalmazva a zalaegerszegiek, de azért egy idegenbeli győzelem sem volt annyira rossz. A végeredménye búcsúzom, Zete, Kisvárda 0-1, az a tátások zatalásai nem. Hát nem sikerült győzni. Hazai pályán tényleg el vagyok átkozva. Legutóbbi nem lett elve. Aggódunk, hogy ez negatívan befolyásolja. Hoppá, nem ezt akartam nyomni, mindegy. Második vereség. Mondom, mert ez még jó. Tehát úgy értve, hogy itt még aztán lehet még feljönni, felmenőbe menni a csapatnak. Mányadikok vagyunk, 11. Nem baj, nem baj. Még oda lehet érni az első néhány helyre. Na gyerekek, akkor a következő részben a Nyíregyháza, illetve a Vác ellen fogunk majd játszani. Illetve még elköszönnék, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok Imi barátomnak. Ő Imiszkó, lent lesz a leírásban a csatornája. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Forum 12 voltam a továbbra is. Sziasztok, vigyázzatok magatokra! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby.